Na szóval, sziasztok! Üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Nos, hoztam nektek egy Mi történik a Jorvikon összefoglalót. Többen kértétek, úgyhogy gondoltam, hogy hozom. Úgyhogy vegyük át azt, hogy mi fog történni a május hátralévő részében. Elő a cowboy kalapokkal, ez május 15-én lesz. Az elegáns amerikai szedő Brad Jorvik felé tart, Épp időben egy prima kis szórakozásra. Menj, találkozó új barátoddal és irány a Starshine Farm, ahol mindenki az idei vagy nyugati táborra készülődik. Segíts ki napi farm körüli munkákban, került ki a lesben álló vadvilágot, vadász renegált ládákra, bányász aranyat és próbálj ki sok mást. Nos, ilyen május 5-én kapunk egy új lófajtát. Ha még nem láttad, akkor fönt az i betűnél meg tudod nézni az új lovakat, hogy hogyan fognak kinézni egy spoileres videó keretein belül. Kotkodács minden napra egy kaland. Május 22. Azt síri pedig a madarak, hogy Geri Goldtúd szuper ajánlattal tér vissza, úgyhogy adj bele mindent az aranybányászat során. Merészkedj be a vadomba egy mentőakcióra, hogy visszavezethesd a kóborló állatokat, akiket a kalandvágyuk bajba sodort. Nem nagyon akarnak hazamenni a farmra, de talán te tudsz nekik segíteni ebben. Itt az utolsó mondat az nem igazán magyar, de engedjük el. Tehát ezek szerint május 22-én fog Geri tud hozni nekünk új hát csirkéket, illetve hát kakasokat, ugye akiket aranyból tudunk megvenni. Tavaly is ez volt, kettő darab kis állatot tudtunk venni aranyból, tehát relatív ingyen. Csak ugye azt hiszem 9999-et kellett kifarmolni, vagy 6000 valamennyit? Tehát eléggé sok idő volt kifarmolni, de egyébként ugye ingyen volt. Ismét meg fogjuk kapni ezt. Illetve hát, ha jól értelmezem, akkor második héten fogjuk megkapni a lovakat, szamarakat, stb., amik ugye elkóboroltak itt a vadomba, És ugye ide fog kelleni nekünk a kis csalétek, amivel haza tudjuk őket csalni. Illetve hát az utolsó dolog, amit kaptunk ebből a kis roadmapben, az nem más, mint a nyújti lop nyomában. Ez május 29-e lesz. Scott Buttergood egy félelmetes lény felbukkanását vizsgálja a környéken, és szeretné a kripti képességeit próbára tenni a vannyugati nyújtilap versennyel. Vagy jutalom, ha elkapsz egyet? Na ne! Lehet, hogy a vannyugati tábor a végéhez közeledik, de Scott nem megy sehová. Túl rövidnek találod a vannyugati tábort? Szerencsére egy színpompás fesztivál érkezik hamarosan. Tehát ezek szerint május 29-én Scott Buttergoodnak hála fogunk kapni egy versenyt, nyúltilapokat kell vadásznunk, ugye ehhez fog nekünk járni egy kis jutalom is, ami nem más lesz, mint egy lop. És hogyha jól értelmezem, akkor ez a verseny egyébként bent fog maradni a játékban, tehát nem csak a vannyugati táborhoz lesz kötve. Nos, egyébként igen, eléggé rövidnek találom a vannyugati tábor, tekintve, hogy három hétig fog tartani azt hittem, hogy ez is ki fogják húzni egy hónapra, de nem szabad elfelejteni, hogy ugyebár június a Pride-nak az ünnepe, a Pride hónap ugyebár, és erre a eseményre érkezni fog nekünk a Szivárvány Fesztivál, úgyhogy igazándiból eseményt esemény nyakjára fogunk most kapni. Írjátok le nekem kommentbe, hogy ti várjátok-e ezt az eseményt, illetve hogy így egyelőre a kis roadmapből, ti nektek mennyire szimpatikus. szinte leszek, én egy kicsit úgy érzem, hogy ugyanaz lesz, mint tavaly, csak igazándiból elnyújtják. Tekintve, hogy ugye tavaly nagyon sok dolgot, tehát például itt az idei első kétheti heti frissítést, azt egy frissítésben kaptuk meg. Kicsit félelmeim vannak, hogy ugyanaz lesz, mint a tavaszi lovas fesztivál, de meglátjuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy a legközelebben találkozunk, úgyhogy eddig is, sziasztok!